Kísért pár emlék, sétálj, nézz rám, némán. Ha kell, én állok még a szélben, még jöhöz, értem. Citadellára kapaszkodunk fölfelé. Pillanatok alatt zöldben vagyok a város közepén, és nagyon szeretek zöldben lenni, úgyhogy ideális számomra. Igazából kiskorom óta része az életemnek a sport. Szerencsére apukám elég sportos volt mindig, és igazából ő vitt bele ebbe az egész dologba, de anya is partner volt benne mindig. Apa focizott, úgyhogy ő ezt tudta nekem megmutatni. Az nekem annyira nem jött be egyébként, főleg amikor láttam a Space Jam-et, akkor onnantól kezdve belettem oltva a kosárlabdával. És az volt az, ami meghatározta az egész tínédzser koromat tulajdonképpen. Ilyen 15-6 évesen futottam először, amikor egy ilyen nagyobb anyai veszekedés után így dübből nagyjából lefutottam a szomszéd faluba, és akkor így rájöttem, hogy erre én így képes vagyok. És akkor most fordultunk rá a célegyenesre. Akarsz együtt a sötétbe menni? Akarsz-e együtt a sötétbe menni? Akarsz-e együtt a sötétbe menni? Na hát Gergő, köszöntöm. Köszönöm, hogy eljöttél, illetve futva érkeztél? Én köszönöm a meghívást, biciklivel szerettem volna, de csak esik az eső, úgyhogy végül úgy döntöttem, hogy megpróbálok máshogy eljutni. Itt ígértem a nézőknek, mielőtt még belepillantottunk a holnapi Petőfi pódiumos adás részletébe, hogy azt is elárulod, hogy milyen kisgyerek voltál. Annyit azért nagyjából már tudunk rólad, hogy nagyon szeretted, meg szereted a kihívásokat, mindig részt kellett venned valamilyen versenyen, és egy viszonylag kreatív kisgyereknek tartottad, meg gondolom tartod magadat a mai napig. Picit ezt bővebben kifejted nekünk, hogy milyen gyerek is volt Szakács Gergő? Hát az a helyzet, hogy én amúgy annyira nem gondolom, hogy ez izgalmas lehet bárkinek, hogy mondjuk én milyen kisgyerek voltam, de minden esetre ebben valamilyen szinten, tehát hogy igen, van szó erről az elkészült anyagban. Hát nem is tudom, mit mondhatnék. Igazából a művészi rész az már egészen pici kortól megvolt, és ez hol a szavalásban, hol valamilyen képzőművészeti ágban teljesedett ki, és végül a zenénél állapodott meg. Az pedig, hogy igen, nagyon sok versenyhelyzetet átéltem, de alapvetően én pont az a típus vagyok, akit a versenyhelyzet nem jó eredményre sarkal, hanem általában én a kevesebbet tudok nyújtani élesben. Úgyhogy ez a mai napig így van. Persze sikerült trenírozni valamennyire, hogy legalább vállalható legyen az, amit prezentálok éles helyzetben, de azért az becsülendő, hogyha a mai napig ezen dolgozol, és ez fejlődik meg, hogyha keresed ezeket a szituációkat. Az például mennyiben segítette például ezt az énedet, hogy Budapestre költöztél most már ugye 10 éve, tehát azért mégiscsak egy falusi srácból most már egy fővárosi fiú lettél. Igen, épp most lesz 10 éve, hogy idefent élek. Hát abszolút így a személyiségfejlődésnek egy nagyon jelentős szakasza zajlott. Itt érettségi után kerültem fel, és tulajdonképpen itt önállósodik az ember először, és itt próbál meg, nem tudom, így saját lábon állni és megélni, meg megtapasztal rengeteg olyan dolgot, ami addig ismeretlen volt számára a munkavilágából, vagy bármilyen fronton. Úgyhogy természetesen hozzájárult. Valószínűleg, hogyha otthon maradok is, bekövetkeznek ezek a folyamatok, csak egészen más hatások értek volna, és valószínűleg más ember is lennék valamilyen szinten. Azt lehet mondani, hogy rád egyfajta kettősség jellemző? Ha most csak a szimplán a zenei karrieredet nézzük, és azt mondjuk, hogy ugye ott van a Follow the Flow, és mellette a Szakács Gergő projekt, melyik énedet tudod igazán megmutatni, megvillantani? Igen, abszolút jellemző a kettősség. Szóval például ez egy nagyon jó példa, a Follow the Flow-ban egy olyan énem prezentálom a színpadon, ami egyébként még most fejlődik igazán, szóval, és ez a zenekarnak köszönhető.
szóval... És a M ugye erre biztos nagyon jó helyszín Budapest is. Igen. Tehát ott egy... A Follow the Flow-val nagy koncerteket csinálunk, szórakoztatunk, és olyan energiákat szabadítunk fel, ami remélem, hogy lehengerlő. A Szakács Gergő projekt az általában egy élőben egy akusztikus történet, és ennek a lelkisége egy egészen más dolog. Ott tényleg ez a maximális chill hangulat uralkodik minden egyes alkalommal, és egy ilyen különös béke. Természetesen belőlem ez az utóbbi az, ami önállóan tud áradni. A Follow the Flow flow-ja az csak Szakács Gergőből nem jön, de hármunkból igen. És ha már a zenekarnál tartunk, akkor csak nagyon gyorsan azt tudjuk, hogy most éppen egy hetes pihenőtök van. Gondolom, ilyenkor sokat jársz kirándulni, meg ha az idő is engedi, akkor biciklizel, meg futsz. Merre jártatok? Milyen volt ez a három hét? Nagyon húzós volt? Hát én ezt nem is tudom. Igazából életemben ez volt az első ilyen periódus, amikor tényleg a három hét alatt három szabad napunk volt, a többi az koncert volt. Ez önmagában egyébként én is úgy gondoltam, hogy egy ember is, tehát hogy akinek normális állása van, az is heti öt napot dolgozik, és itt ami megzavarja a dolgokat, az, hogy nagyon rendszertelen az egész, rengeteget utazol, és éjszakázol, és teljesen felborul a bioritmusod, és ez az, ami tulajdonképpen a végére kicsinál. Ezt kell valamilyen módon megoldani, és hát többé-kevésbé sikerült, végül is megcsináltuk az összes koncertet. És azért még vár rátok egy nagyon húzós nyár, de én azt gondolom, hogy ezt is lehet idővel tanulni, ahogy így ismered a saját korlátaidat, meg a határaidat, meg hát most akkor itt van ez a pihenős hét, úgyhogy mi el is engedünk, Gergő, és további jó pihenést kívánok köszönöm neked. Szépen.